Kedves nézőink, a közelmúltban Iszkázon Nagy László születésének 90. évfordulójára emlékeztek egy vetélkedővel, amelyet a helyi csapat nyert meg. Nagy örömére szolgál a szervezőknek, hogy 4 csapat elfogadta a meghívást, az iszkázi, a csabrendeki, a somlóvásárhelyi és a devecseri csapat helyi erőkkel egészült ki. Éppen nemrégen egy hónapja voltunk itt Iszkázon, akkor találkoztunk a költészet napja alkalmából. Most újra itt együtt vagyunk Nagy László kapcsán. De vajon csak az évforduló az, ami ilyen nagyon felszínre hozza a költő munkásságát, vagy amúgy is megfelelőképpen ápolják az ő irodalmi hagyatékát? Úgy vettem észre, hogy hűségesek vagyunk egymáshoz. Én a faluhoz, a falu édesapámhoz. Úgyhogy mi sem természetesebb, hogy apám születésének 90. évére meghívták ezt a vetélkedőt, vagy inkább játéknak mondhatnám. Kiviszi át a szerelmet címre hallgat, apám egyik verse, amit közel 30 nyelvre fordítottak le. Én azt hiszem, hogy születésnapon is időszerű, születésnap közelettével is időszerű komoly dolgokra gondolni. Az egész világ arra vár, hogy az új évezredben hogyan és ki képviseli az igazi értékeket, itt egy metaforával a szerelmet. Nagy László korszakos költő, azt hiszem, ezt senki nem vitatja. Itt az új évszázadban, évezredben, ahogyan is fogalmazott, mit jelent az ő költészete? Őt nekem feladatot és tanulságot jelent. Másoknak remélem, hogy a szépség értékei felé fordulást jelenti, hiszen nem csak versben, hanem filozofikus tartalmakban, de játékos és dallamos szépségekben, képekben is bővelkedik ez a költészet. Hogyan, miért, ki által jött létre ez a mai vetélkedő? Nemrégen megalakult az Iszkázi Népfőiskola Egyesület, és ők vették a fejükbe, hogy ezzel ünneplik meg édesapám születésnapját, vagy születési évét. Úgyhogy a környék versbarát, irodalombarát közönségének állítottam össze ezt a kérdéssort, ami alatt nem kell valami veszedelmes irodalomtörténeti mélységekre gondolni, de igenis azokra a diszkrét pontokra, amik fémjelzik ezt a költészetet, és sok játék lesz benne. A felkészülés az ajánlott műveket is ön állította össze, ön ajánlotta. Mik voltak a szempontok a válogatásnál? A szempontok az exakt forrásokhoz nyúlásnak a szempontjai voltak. Olyan forrást használjunk, ahol ellenőrzöttek ezek a versek, tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Irodalmi Akadémia felületét jelöltem meg, mint az egyik forrást, illetve azok az összefoglaló nagy könyvek, amik Nagy László költészetét és versfordítói tevékenységét jól illusztrálják. Könyvkiadás szempontjából, hogyha édesapját, Nagy Lászlót tekintjük, hol tart a folyamat jelenleg? Jelennek-e meg művei? Hogyne. Éppen a fiataloknak szóló verses kötete meg jelenik meg, mint egy 30 valahány évvel ezelőtt jött ki a Csodafiú Szarvas. Most adtam át a kiadónak az illusztrációkat, és rövidesen a címlapot is befejezem. Hát én ezt úgy gondolom, hogy évtizedekig élvezheti majd a versolvasó fiatalság. Nem csak kisgyerekek, hanem az örök ifjak is. Meg lehet szólítani egyébként manapság az internet korában a fiatalokat verssel? Az elmúlt hónap arról tanúskodott, tehát április, hogy az írekhez hasonlóan, vagy a velsziekhez hasonlóan a magyarok is a versben léteznek. Ott tudják megmutatni magukat igazán. Természetesen találmányok, szentek, de a költők is ilyenek, és nem beszélve a zeneszerzőkről, ahonnan a költészet már csak egy kis lépés.